A 2020-as költségvetés a magyar családok és a biztonság költségvetése. Továbbra is a legnagyobb kihívás az ország előtt a bennünket és Európát érintő migráció. Ezelől meg kell védenünk hazánkat, meg kell védenünk Magyarország biztonságát és szuverenitását. A jövő évi költségvetésben 103 milliárd forinttal többet szán a kormány a magyar honvédségre, mint tavaly, így összességében 616 milliárd forint lesz ez a költségvetés.